Üdvözöllek! Valószínűleg a legtöbbünknek vannak a számítógépén olyan mappák, ahol valamilyen tipikus dolgokat helyez el. Például programtelepítő, képek vagy dokumentumok, vagy hát igazából bármi lehet. Ide kerülnek a különféle letöltött vagy egyéb módon keletkező fájlok. Ezt természetesen meg tudjuk tenni egy tetszőleges fájlkezelőben, legyen az akár egy ilyen kétablakos fájlkezelő, vagy éppen a Windowsnak a saját fájlkezelője, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ebben a kétablakos fájlkezelőben is nyilván be kell állítani az egyik oldalt, ahol vannak a fájlok, amikkel szeretnénk valamit csinálni, például átmásolni vagy áthelyezni, meg a másik oldalon is be kell állítani. A Windows fájlkezelőben pedig hát szintén meg kell keresni a kiinduló mappát, meg utána a célmappát. Azért valljuk be, ez egy kicsit lassú folyamat, meg hogyha naponta sokszor meg kell csinálni, akkor már idegesítővé is tud válni, meg túl sok időt is felemészthet. Szerencsére van erre egy nagyon jó megoldás, amit innen be tudunk szerezni erről a címről, mert én majd mellékelem persze ez a videóhoz. Itt a downloadnál van a Portable Zip, tehát ezt nem kell telepíteni sem, kattintsunk erre, és akkor a letöltés el is indul. Nincs egy megabyte, úgyhogy hamar le fog töltődni. Itt van, Drabzon. Megnyitom, és akkor tulajdonképpen csak erre az exe-re van szükség, ezt valahova ki kéne tömöríteni. Én a programok rendszer Drabzonba fogom tömöríteni. Ez úgy működik, megmutatom itt a képen, hogy ilyen kis dobozokat hozhatunk létre, amelyek mindig látszanak, vagy éppen nem látszanak, hát kinek hogyan szimpatikus. És tulajdonképpen ezekre a dobozokra kell ráhúzni a különféle fájlokat, vagy éppen mappákat. És a meghatározott művelet szerint ezek automatikusan át fogják helyezni, vagy éppen másolni a kérdéses fájlokat, vagy mappákat, vagy csak egy fájlt, vagy egy mappát. Tehát nem kell nekünk itt a különféle fájlkezelőkben mind a két oldalon beállítani, vagy a Windows fájlkezelőben össze-vissza vándorolni. Na, de hogy érthető legyen, inkább nézzük meg a gyakorlatban. Tehát az úgy működik, hogy most ezt elindítom, és láthatom, megjelent egy ilyen doboz. Ennek van egy neve, Documents jelen esetben ezt lehet módosítani, meg egy művelet, a COVID. Tehát a másolás, de ha kattintunk erre jobb ekérrel, akkor az Edit Settings-t kiválasztva. Egy nem túl barátságos felületen, tulajdonképpen egy szöveges fájlban, ami itt van egyébként. Egy szöveges fájlban tudjuk itt a különféle dolgokat átírni. Nem kell ettől nagyon megírni, mert igazából elég egyszerűen megoldható. Ez a title, ez itt az a címsor. Adjunk ennek egy nevet. Hát, mi legyen a neve? Mondjuk legyen az, hogy programok. Tehát ez a programok mappa lenne esetemben, de bármilyen név megadható. Milyen módszer szerint működjön a copy másolás, a move az áthelyezés, és az ask az pedig, hogy kérdezze meg, hogy mit csináljon. Most akkor én ezt fogom áttirom move-ra. Célszerű arra odafigyelni, hogy ne nagyon legyen elgépelve, tehát ezek a lehetséges értékek, másolás, mozgatás, vagy pedig kérdés. Csak így beírjuk szimplán. Adhatunk ennek egy háttérszint ennek a doboznak, hogyha szeretnénk. De látható, hogy ez egy ilyen hexadecimális formátumban várja, amit fejből úgy gondolom a legtöbben nem tudnak. Van egy pár könnyen megjegyezhető a csupa F vagy a csupa nulla, ezek a fehér és a fekete, de azért úgy gondolom a színek többségét nem szoktuk megjegyezni ilyen hexadecimális formátumban, de semmi gond, van itt egy weboldal, colorpicker.com. Itt kiválasztunk egy színt, itt is lehet módosítani, meg itt még külön lehet vándorolni az adott színben. Tehát mondjuk legyen ez egy ilyen sárga szín, például ez. Itt kiírja a színt, kattintsunk bele, ezáltal kijelölésre kerül, Ctrl-C, vagy pedig jobb egérrel való klikkelés és másolás. Ide állunk a backcolorba, tehát az egyenlőségjel után. Ctrl-V, vagy pedig jobb egér és beillesztés. De ezt nem kötelező megadni, és ha nem adjuk meg, akkor ez az alapértelmezett szín, ez a szürke marad. De most én beállítottam egy háttérszint. For color, az pedig a szövegnek a színe. Ezt ugyanolyan módon innen, erről a weboldalról például ki lehetne másolni, és be lehetne ide illeszteni, már aki szeretné. Következő opció az Always on Top.
Ez azt jelenti, hogy mindig minden felett jelen esetben is látható. Hiába vagyok én itt ebben a jegyzetőmben, attól függetlenül ez látszik. Ezt tudjuk itt szabályozni a yes-szel. Igen, így működjön, a no-val pedig ne, nem működjön így. Ezt valószínűleg célszerű ilyen módon használni, de át is lehet írni akár arra, hogy no. De most én visszaírom a yes-re, hogy igen. Következő, ez egy picit bonyolultnak tűnhet elsőre, de most innen kitörlök mindent. Megadhatunk egy listát, hogy amikor ráhúzunk egy fájt, vagy mappát, vagy akár többet, akkor hova másolja, avagy helyezze át, ezt ki tudjuk választani. De ha csak egy mappát adunk meg, egy célmappát, akkor oda fogja elhelyezni, és nem fog kérdezősködni. Listaszerűen tudjuk megadni 1-től 1000-ig. Most akkor ezt visszavonom, tehát úgy néznek, hogy szám egyenlő, egy név, ez nem maga a mappa, ez csak egy ilyen látható elnevezés, utána egy ilyen állóvonal, és akkor utána a konkrét hely, ahova kerüljenek a fájlok. Tehát akkor, most ezt meghagyom, mint mintad, aztán majd kitöröljük, egy, egyenlő, programok, ilyen néven jelenne meg, de ha csak egyet adunk meg ebben a listában, akkor ez nem lesz látható, mert nem is kell, hogy látható legyen. Aztán egy ilyen álló vonal, amit az Alt-GR lenyomása és nyomva tartása, plusz a W megnyomása és felengedése rögtön. Utána az Alt-GR is felengedhető, és meg kell adni a konkrét helyet. Ez Windowsban úgy néz ki, hogy megadjuk a partíció betűjelét, tehát C2-s pont, vissza per, ez az Alt-GR és a Q billentyű kombináció. Majd a mappa neve, ez a programok. Látható, itt van nekem C2-s pont, vissza per és programok. Ezt kitöröm. Tehát az úgy fog működni, hogy át fogja helyezni. Itt van, hogy move. Ide. Erre a helyre. Ebbe a mappába. Ctrl-S-sel mentsük el. Amúgy, ha nem tudom, néz a partíció, meg ilyesmi, akkor a videótanfolyamra elvándorolva, itt van egy ilyen oktató videósorozat, ahol egy csomó mindent megtanulhatsz, de itt van az is, hogy mik azok a partíciók. Ezt nézd meg. Szóval, hogyha kész van ennek a szerkesztése, akkor a Ctrl-S-sel, vagy pedig a File mentés menüponttal elmentjük, bezárjuk, de ilyenkor még a módosítások nem kerültek érvényre, ezért ezen a dobozon nyomunk egy jobbegeret és reload, tehát ez. Rögtön újra töltött és megkapta ezt a sárga színt, plusz itt van, hogy programok és az, hogy move, tehát hogy helyezze át. Ennek a méretét itt a szélére állva és a bal egeret lenyomva, valamint nyomva tartva, ezt lehet így módosítani. Akár ilyen egészen picire, hogy ne foglaljon sok helyet, tehát kinek ugye kényelmes, illetve ezt át is lehet helyezni, ahol éppen szimpatikus. És akkor nézzük, hogy ez hogyan működik. Most én ebből csináltam egy másolatot, és akkor azt szeretném, hogy ebből a letöltések mappából ez a fájl átkerüljön a programokba. Tehát ide, ebből a mappába. Ilyenkor a szokásos folyamat lenne, de mivel, hát igen, most ez nem volt jó, mert a tálca alá került, tehát picit feljebb, így. De mivel itt van nekünk ez a dobozka, erre fogom, és egyszerűen csak ráhúzom. De ez a ráhúzás, ez történhet bármilyen fájlkezelőből, akár a Windows sajátjából, vagy akármilyen másikból. Tehát a bal egeret lenyomjuk rajta, nyomva tartjuk, és ide áthúzzuk erre a dobozra, majd felengedjük. Innen eltűnt, és valóban itt a megadott mappában pedig megjelent. Tehát nem kell nekünk itt össze-vissza vándorolni a fájlkezelőkbe. Most akkor megmutatom még egyszer. Teljesen elmegyek máshova. Ide. Csak egyszerűen akárhol van ez a fájl. Ide áthúzom, felengedem, és már is itt van a megadott helyen. Itt van látható. Úgy gondolom ez eléggé egyértelműen előnyös dolog. De mi van akkor, hogy szeretnénk több ilyet létrehozni? Hát akkor semmi gond nincsen. Itt van nekem a programok rendszerben. Most ezt átmásolom még egyszer ide. Mivel ezen a néven már ott szerepel, ezért nyilván ezt át kéne nevezni. Vagy most, vagy pedig amikor rákérdez a Windows, hogy szeretnénk-e átnevezni, vagy mi történjen, adok ennek egy egyest. Ott van, és akkor, hogyha kell belőle még egy, vagy akármennyi, akkor ez 2, és így tovább. Nem egy nagyon kifinomult módszer, de igazából egyszerűen használható, és akkor itt van további két példány. Elindítjuk ezt, ez is megjelent az alapértelmezett beállításaival. Ugyanúgy jobb egér, edit,
adhatunk ennek egy nevet. Most akkor egy olyat is létrehozok, ami a programok rendszerbe fogja elhelyezni. Title átnevezem. Aztán megadhatjuk azt is, hogy mi történjen. Most akkor ide azt írom be, hogy kérdezzen rá. Ugye ezek a lehetséges értékek. És most akkor azt is megnézzük, hogy hova szeretnénk áthelyeztetni, vagy átmásoltatni. Tehát, hogy több értéke is legyen. Akkor egy. Az egyik érték az legyen az, hogy rendszer. Egyébként ezt lehet úgy is, hogy most én csalok egy picit ebben a fájlkezelőben, a szerkesztés menüpontban. Van egy ilyen, hogy teljes elérési útat másolja szövegként a vágólapra, ezt kiválasztom, és akkor ide beillesztem. De be is lehet persze gépelni. Per rendszer. Aztán kettő, ez a kötőjel az azt jelenti, hogy egy ilyen elválasztó legyen közöttük, tehát e között meg a következő között. Tehát 1, 2, 3, ez pedig a grafika. Programok per grafika. Azért ellenőrzöm gyorsan. Igen, jó. Tehát most akkor egyrészt rá is fog kérdezni, hogy mi történjen. És akkor ne rendszer legyen ennek a neve, ne is programok, hanem... Hát most csak az lesz, hogy valami, nem tudom, mi legyen a neve. Tehát most rákérdez arra, hogy mit csináljon, meg arra is, hogy hova helyezze át, vagy másolja ezeket a fájlokat. Elmentjük, Ctrl-S-sel bezárjuk. Jobbegér, reload. Át lehet persze méretezni, tetszés szerint. Ide elhelyezzük a másik mellé. Így. És akkor próbáljuk ezt ki. Itt van egy fájl valahova. Ezzel szeretnék valamit, ráhúzom erre. És látható a rendszerbe. Szeretnénk, vagy a grafikában. Most akkor legyen a grafika. És akkor itt megkérdezi azt is, hogy mit csináljon vele. Másolás, áthelyezés, vagy cancel, tehát, hogy mégsem, ne csináljon semmit. Legyen akkor most a másolás. Meg is történt. Sajnos erről nem nagyon informál minket a művelet megtörténtéről, de ilyen egy-két fájl esetén ez nem nagyon szokott túl sokáig tartani. Nagyobb fájloknál tovább tarthat persze. És akkor grafika valóban itt szépen ide átmásolta. Ez ilyen módon használható tulajdonképpen. Mint az látható, használható úgy is, hogy több mappát megadunk. Nézzük meg még egyszer, ráhúzom, és akkor lehet választani. Itt van ez az elválaszt, amit mondtam, itt a rendszer és a grafika között. És még az is beállítható, hogy rákérdezzen másolás. Meg is jelent ott. Viszont amit én jobban kedvelek, az előre beállított dolgok, tehát ugye programok mappa például is, mozgatás, ilyenkor nem kérdezget. Ez azért jó, mert nagyon egyszerű. Persze nyilván ez egy picit korlátoltabb, mert ennél akár 20 mappát is megadhatunk, és akkor is csak egy ilyen dobozunk lesz, de hogyha ezeket külön-külön szeretnénk, akkor 20 ilyen dobozunk lenne, ami hát éppen nem gond, hogyha valakinek elfér a képernyőn, de hogyha nem, és mégis szeretnénk több mappát, akkor ilyen módon is megoldható.